Szép napot kívánok! A nevem Menyhárd Dodi, és önök a Magunk között című műsort látják a Click Out előadásában. A lányaim szerint öreg vagyok, igazi boomer. Mondják ezt azért is, mert néha olyan dolgokat említek neki, amelyek a gyermekkorom részét képezték ugyan, de akárhogy is nézzük, ezek a dolgok, ezek az események a múlt században történtek. Cécskó, orosz nanuk, tej piros és kék zacskóban, spartaki áda. Mindezek apró részletei voltak egy 40 évvel ezelőtt létező világnak, amit a saját vagy az előttem járó nemzedékek nemes egyszerűséggel szocinak neveztek. De ebben a sokat szidott átkosban is voltak nagyon kellemes és jó dolgok. És talán éppen ezért örülök annak, amikor olyan dolgokkal találkozom, amelyek jók voltak, és hogyha más formában is, de tovább élnek. Mai vendégem a Nagy Magyari Alapiskola napközis tanítónénie, Mészáros Marianna, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a téma, ami apropóját adja a mai beszélgetésnek, a már említett spartakiádhoz hasonlatos, évek óta ugyanis egy Flash Move nevezetű rendezvény szerveződik, amelynek a tanítónéni a mozgató rugója. Szia Marianna, örülök, hogy eljöttél. Szia Dodi, köszönöm a meghívást. Előjáróban be is mutatkozhatnál, bár néhány dolgot már említettem, de jó lenne tudni, hogy hogy és miképp kezdődött ez a Flash Move. Ez egy nagyon érdekes történet. Elsősorban annyit, hogy tényleg a Nagy Magyari Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában dolgozom, mint napközis tanítónéni 1998 óta, és talán egészen odáig visszavezethetnénk ennek a Flash Move-nak a létrejöttét, hogy nekem ebben az alapiskolában 1995-ben, tehát még mielőtt oda kerültem volna, megalakult a társcsoportom. Akkor még Minitini társcsoport volt a neve, és nagyon sokáig húztuk, nagyon sokáig táncoltunk, úgymond kis falusi társcsoportként, de utána következett az áttörés, és nem is egyik pillanatról a másikra, hanem fokozatosan egyre följebb és följebb fejlődtünk, egészen odáig, hogy ez a társcsoport még ma is működik MT Family néven, és ez az MT Family most többszörös világbajnok, többszörös amatőr világbajnok társcsoport. És ennek a társcsoportnak a segítsége és a közreműködése volt szükséges ahhoz többek között, hogy létrejöjjön a Flash Move. 2017-ben egy egészségnap volt az iskolánkban, és ennek az egészségnapnak a keretén belül gondoltunk arra, hogy mivel én ott dolgozom, a tánchoz kötődésem van, tánccsoportom van, és mivel a tánc egy olyan mozgásforma, ami egészségmegőrző tulajdonképpen, akkor miért ne csináljunk az egészségnap keretén belül egy ilyen táncos valamit. Teljesen logikus. Így van, és azon az első 2017-es egészségnapon tulajdonképpen létrejött az első Flash Move, és már akkor nagyba gondolkoztunk, akkor még nem volt az, hogy most több helyen követtek bennünket, hanem a két helybéli iskola, a Nagy Magyari Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a Nagy Magyari Szlovák Iskola egy közös, nagy táncolást bonyolított le a Fő utca közepén Nagy Magyaron. Én azért említettem a spartakiádot, vagy ahogy mi a felvidéki magyarok mondjuk a spartakiádát. Nem tudom, te még emlékszel erre a mozgalomra? Táncoltad is? Én spartakiádoztam is, bizony. Aha. Az én gyerekkoromban, legalábbis akkor én alapiskolás voltam, ilyen piros teniszütőkkel és sárga labdákkal vittük végig ezt a koreográfiát. Ha jól emlékszem, az 5 évente ismétlődött. Szóval nekem azért is jutott eszembe ez a dolog, hogy ugye a korok változnak, de vannak azért olyan fajta cselekvések, amelyek azért állandónak minősülnek. A tánc az például egy ilyen kifejezési forma, és nagyon jó, hogyha jön egy olyan kezdeményezés, hogy a mai kütyük irányította a világot, amikor a gyerekek gyakorlatilag többet töltenek számítógép előtt, mint mondjuk mozgással, egy ilyen fajta kezdeményezés jöjjön. És ahogy te említetted, valami elkezdődött. Mi volt az iskolában a reakció? Hogy fogadták?
vegyesen fogadták, a többségének tetszett. Nem mindenki táncos lábú, ezt azért meg kell hagyni, nem mindenki táncos lábú, nem mindenki szeret táncolni, de nagyon nagy volt a lelkesedés, és épp ezért sikere volt az első ilyen akciónak, pláne azért, mivel senkitől nem vártunk el olyasmit, amit nem tud véghez vinni. Tehát egy végtelenül egyszerű, mindenki által elsajátítható koreográfiát hoztunk össze. Ezt te találtad ki? Ezt én, igen, a koreográfia rész az én dolgom. És két olyan zenét vágtunk össze, ami nagyon népszerű, nagyon fülbemászó, és eleve táncra buzdít mindenkit. Tehát akkor, ha jól értem, akkor mindenki táncolt. Mindenki táncolt. Igen, a tanítónénik is, a tanítóbácsik is, mindenki. Szóval nem csak a gyerekek, az egész tantestület is. Így van. Hát a tantestület azt hogy fogadta? Mert ott sem mindenki táncos lábú. Kis rábeszélés kellett, de nem volt gond. Volt, aki úgy érezte, hogy nem annyira képes követni a táncmozdulatokat, ez beállt a gyerekek közé a sűrűjébe, és aki meg úgy gondolta, hogy na, enyém ez a szerep, akkor kiállt a szélére, és országvilág láthatta, hogy ugyan már miért ne táncoljon tanítónéni és tanítóbácsi és gyerekkel együtt. Az összetartozást erősítés, hát akárhogy is nézzük, gyakorlatilag ez egy pár perces mutatvány, úgymond. Igen. Ugye? Tehát egy ilyen 10 percen belül vagyunk még ilyen mozgással. Igen, persze, egy olyan 3 perces. Uh-huh. És ez volt 17-ben. Igen. Aztán mi történt? Aztán évről évre újabb és újabb koreográfiákat gyártottunk, már csak azért is, mert a második évben már kérték, nem lesz flash move? De lesz, tehát csináltunk újra flash move-ot, és ráadásul a második évben megspékeltük egy olyan nagyon érdekes dologgal, miért ne, hogy mielőtt a koreográfiát bárki is megtanulta volna, mert mi ezt úgy csináljuk, hogy a koreográfiát először én megszerkeztem, utána a tánccsoportom tagjai által fölkerül egy oktató videó az internetre, először csak számolásra, aztán számolásra és zenére, és e szerint az oktató videó szerint lehet megtanulni bárkinek ezt a koreográfiát. És ráadásul megpróbáljuk mindig úgy felrakni ezt a videót, hogy tükörképbe. Tehát senkinek ne legyen a gondja azzal, hogyha szembe áll velem, és én a bal kezemet emelem, akkor neki is ugyanazt kell. Tehát mindig tükörkép formában rakjuk fel a YouTube-ra. Az MT Family Tánccsoport YouTube csatornáján szok lenni fönt ez a videó. És én meg gondoltam egy merészletes nagyot, és a tánccsoportom segítségével, és a kedves, aranyos tánccsoportos szülők segítségével készítettünk egy olyan flash move propagáló videoklipet, aminek szerintem nincs párja. És ez a közösségi hálón elindult, gondolom, fölraktátok, és akkor ez virális tovább igen, ment. Igen, sőt, olyat az volt az érdekessége a videoklipnek, hogy tulajdonképpen azt akartuk jelképezni, hogy bárhol, bárki által eltáncolható ez a valami. Kerestünk 10 vagy 12 helyszínt, ahol végigjártuk azt a 10 vagy 12 helyszínt egy nap leforgása alatt. Hogy itt mindenhol, lehetne, itt folytatni. Így van, és mindenhol 3-4-szer eltáncoltuk. Kicsi fiam fölkamerázta, és azután abból létrejött egy nagyon-nagyon érdekes videóklip, ahol táncolunk a Hungaroringen, a Forma 1-es pályán, itt igen. Patonynál. Igen, a Csallóközi Hungaroringen. Igen, a Szencen, a tó mellett, a Dévényi vár mellett, a Bősi vízi erőműnél, a te több helyszínen. Igen, nagyon-nagyon sok helyen, és ebből aztán létrejött egy óriási nagy látványos, úgymond látványos videoklip. Uh-huh. Ez volt a második év, de akkor még ugye változatlanul a Nagy Magyari Alapiskola diákjaival táncoltátok, illetve a szlovák. Akkor már csatlakozott hozzánk bizony egy-két iskola. Igen? Uh-huh. És ez hogy történt? Tehát, hogy fölhívták, hogy jó napot kívánok, Mészáros Mariannát keressük, és valahogy szeretném táncolni. Így. Aha. Valahogy tehát így. Nem, én hívtam őket, fogtam a iskolák listáját, első évben, igen, és aztán hívogattam, e-mailt írtam, rengeteget dolgoztunk vele, aztán harmadik, negyedik évben meg úgy zajlotta, hogy meg már te mondod, hogy
Jöttek az iskolák, kerestek, és igen, aha, kerestek bennünk. Tehát rákaptak az ízére, mondhatni. Így. És hogy jól értem, akkor ez ugye különféle helyszíneken, ugyanarra a koreográfiára, ugyanazzal a zenével történik. A diákok mozognak, van egy közösségi jó érzés, bekapcsolódnak az iskolák, és ezt mindenki ugyanabban az időben csinálja. Tehát, hogy mit tudom én, egy pénteki nap, délután 2-kor, délelőtt 9-kor, jól gondolom? Igen. És ugyanabban az időpontban ugyanazt a koreográfiát, ugyanarra a zenére, ez az érdekessége ennek az egésznek, és mindenkitől azt kérjük, aki részt vesz ebben a megmozdulásban, hogy ne az iskolában bent, a folyosón, hanem vonuljanak ki valami olyan helyre, ami az ő lakhelyükre jellemző. Például a Kokáér, a Somorjai Alapiskola is részt vett ebben, és ők a Városháza előtt a főtéren táncolták. Hozzáteszem, nem szakadó, de esőben. Értem. Tehát nem volt olyan, hogy jaj, most megázunk, és akkor nem. Akkor is csináltuk, ha esett, akkor is, ha hétágra sütött a nap, ilyen is volt. Ugye új szavakat tanulunk meg a közösségi háló meg a kütyük okán is. Ezt flash move-nak, tehát a flash mob okán, flash move-nak neveztétek el. Melyik volt a legtöbb elemszámú, tehát hogy résztvevővel bíró flash move az elmúlt években? Emlékszel még rá, hogy mikor igen, volt ez, akkor a legtöbben táncolták mindezt? Igen, 35 iskola, óvoda, középiskola táncolt velünk különböző helyszíneken, Kelet-Szlovákiától kezdve, Közép-Szlovákián keresztül, nagyon-nagyon sok helyszínen. És akkor azért az így megdobogtatta a szívedet, hogy egy kicsit mi történt. Meg bizony. Ezt mindig ősszel csináljátok? Igen, általában, és idén is így szeretnénk. Októberben az őszi szünetet megelőző utolsó tanítási napon szoktuk. Nálunk mindig ekkor van az egészségnap, és hagyomány szerint ennek keretén belül fogjuk idén is, október 27-én létrehozni ezt az egész. Ha fúj, ha esik, ha havazik, bármi. Akkor is kint vettek és toljátok. Mindenképpen. Hány órakor? Délelőtt 11-kor. Délelőtt 11-kor. Csatlakozni hozzá rajtad keresztül lehet? Igen. Tehát, hogyha téged keresnek, akkor te be tudsz kapcsolni. Tudjuk már különben, hogy mennyien vannak az idén? Vagy még ez, nem, az csak szeptemberben pörgeted fel? Szeptemberben indul be ez az egész, akkor szoktuk a fölhívást föltenni az internetre, akkorra készül a koreográfia, akkorra készül el az oktató videó, tehát ez egy ilyen összetett dolog, és akkor indul be a gépezet úgy igazából. Bárki, ha a tánccsoport e-mail címére ír, az megtalálható az MT Family Tánccsoport YouTube-os csatornáján. Ha arra ír bárki, és jelentkezik, nagyon szívesen látunk mindenkit. Engem az is érdekel, hogy tehát, hogyha így magadban nézel, neked mit adott nem csak a tánccsoportodnak a működtetése, mert egyre többször találkozom azzal, hogy az emberek úgy belefásulnak az évek alatt abba, amit csinálnak, mikor az elején nagy lelkesedéssel, épp ma volt egy beszélgetésem egy rengeteg projektet megíró projektíró hölgyel, olyan értelemben, hogy már évek óta projekteket ír, és látja, hogy amit lehet a közösségnek megpróbál megtenni, de ő is néha belefásul a dologba, amikor mondjuk a közösségi médiában kritizálják a munkáját. Gondolom, te is találkoztál azért rengeteg pozitív és rengeteg negatív energiával, és most, hogy mindenki tudós a Facebookon, gyakorlatilag mindenki elmondja, hogy ezt hogy kéne csinálni. De te, aki a kezdetek, és most nehéz volt, és hosszú volt a fölvezetés, ha így magadban nézel, végignézed ezt ugye a 95-öt mondtál. Tehát igen, gyakorlatilag igen. A rendszerváltás után frissen alakult tánc műhelyednek a történetét. Azt nem kérdezem, hogy újra csinálnád, de mert azt látom rajtad, hogy a lendület ez megvan. De mi adott erőt? Mi mozgatott? Nem tudom megmondani. Nem tudom megmondani. Újra és újra bármikor szívesen belekezdenék. Nagyon-nagyon sok féle korosztály megfordult nálunk, az ovisoktól kezdve az volt ovis tánccsoportom, volt anyukás tánccsoportom. Kismamák tehát... nem voltak? Kismamás tánccsoport? Még nem. De még, ami késik, nem múlik. Bármi megtörténhet. Nem tudom. Én ezt mindig elmesélem, hogy én nekem nem tudom, hogy ez honnan jön. Soha életemben profi táncos nem voltam. Nekem ez valahonnan belülről jön, és a koreográfiákkal is így vagyok, hogy ha hallok egy zenét, én például kötelezően zenére koreográfiát csinálni nem tudok, nem vagyok rá képes. Azt mondják, hogy erre csinálj koreográfiát, nem megy. Nekem az úgy zajlik, hogy meghallom a zenét, mostanában már be se kell csuknom a szemem,
látom magam előtt, hogy ezt így, 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 és utána már csak le kell írni. Sokan bolondnak néztem, mert aztán nagyon sok mindenkinek elmondtam, hogy nekem az ágyam mellett az éjjeli szekrényen van egy papír és egy ceruza, vagy egy örökíró, vagy egy bármi, amivel írni lehet, és a párom már nem csodálkozik rajta, amikor éjjel arra ébred, hogy én ülök az ágyba és írok. Mert akkor jönnek a legjobb gondolatok. Van úgy, hogy éjszaka kellős közepén fölébredek, és ami akkor a fejemben van, azt muszáj leírni, mert az reggelre elszáll. Viszont abból olyan koreográfia kerekedik, hogy tyuhaj. De nem volt még, hogy kiszálltál az ágyból és lebozogtad, hogy most... Azt talán nem, azt még nem. Azt csak reggel. Azt reggel. Tényleg ez egy, akkor ez egy sugalmazott dolog, tehát ami neked úgy jön, hogy hallod a zenét, és akkor kitalálsz rá mozgásokat, és ezáltal sok embernek örömet okozol, azt akárhány egyszerű dolognak tűnik, meg triviális kijelentésnek, de örömet adni az embereknek az nem kicsi dolog, az igazából ajándék. Igen, és én szerintem mindenki úgy van vele, hogy szeret örömet okozni, csak úgy, ahogy mondtad, hogy nem csak öröm van ebben a dologban, hanem vannak buktatói is, mert mindig mindenkinek örömet szerezni és jót csinálni nem lehet. Presser azt mondta, hogy nem szerethet mindenki, van egy ilyen dolog. Na igen, igen, csak van egy ilyen probléma, ez viszont a saját dolgom, és nem tudok más lenni. Nekem az esetek többségében, hála jó Istennek, kevésszer történik rossz, vagy kevés negatívumot hallok vissza, de általában a rossz engem sokkal jobban bánt, mint amennyire örülni tudok a jónak, és a szépnek, és a sikernek. Maximalista vagy? Tessék? Maximalista vagy? Nem tudom. Magaddal nem szemben, nem? Nem? Nem hiszem. Magaddal szemben sem? Tehát ilyen, hogy csak tökéletes van? Nem. Azt nem. Sose volt nem. Ilyen? Én azt mondom, nem, kérdezd meg a táncosaimat, szerintem igen. Nálunk van egy szlogen, ha Marianna azt mondja, hogy zöld, akkor zöld, még ha hupi lila, akkor is. Ez maximalizmus? Nem, szerintem ez egy elég erős vélemény. Tehát, hogy van egy irány, de jó, ugye ezt is várják tőled a táncosaid, nem? Tehát, hogy te mutatod az irányt, te vagy a hupi. Én úgy érzem, hogy igen, ők tudják nagyon jól, hogy én nagyon-nagyon szeretem őket, mindegyik táncosomat kivéve, mindegyik táncosomat kivétel nélkül, de én mindig mondom is nekik, hogy ti vagytok az én pótgyerekeim a két saját gyerekem mellett. Viszont muszáj némi szigorúságot belevinni az ebbe az egészben, mert másképp nincs eredménye. Meg ez csapatmunka, és hát azért te húzol, azt szokták mondani a vezetők okán, hogyha te megállsz, akkor ők leülnek. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Tehát igazából ezt az energiát, ezt vinned kell. Fogy az energiát? Hogy éled meg? Tehát 995-höz képest, ez is a múlt században volt. Tehát a mai Mészáros Marianna az a lendületet ugyanaz? Szerintem nem. Szerintem még mindig ugyanaz a száguldó, őrült nőszemély vagyok, mint voltam. De az viszont hangozzon el, hogy hiába vagyok én, és hiába vannak a táncosok, ha nincs ott a háttér, a szülők, akik bizony hátulról segítik, nem csak a saját gyerekeiket, hanem ezáltal a társcsoportot, és ezáltal engem is. Enélkül nincs. Hát én azt kívánom, hogy ez a lendület, ez maradjon. Én ezt sokaknak szoktam kívánni, amikor beszélgetünk, és ez a kis idő, amit egy egész pályából kiszakítottunk, ez kevés arra, hogy mindent megmutassunk részleteibe, de azt kívánom, hogy ez az erő, ez a lendület, ez tartson ki, vidd tovább, mindig legyenek segítők, mindig legyenek új táncosok, és az idei flashmove is úgy sikerüljön, ahogy ezt megtervezitek, és minél többen kapcsolódjanak be. Így legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést, és a magunk nevében, a magunk között stábja nevében, és a ClickOut nevében, innét a Monroe-i terem nagyon gyönyörű környezetéből megköszönöm a figyelmet, tartsanak velünk a továbbiakban is, szép napot kívánok mindenkinek!